A vásárra sokan ellátogattak. Volt, aki már valóban télre vásárolta meg a krumplit, hagymát vagy a savanyúságnak valót. Horváth Szilvia már harmadik éve árul a nagybani piacon, és a jótékonysági akciókban is szívesen részt vesz. Ami az alap élelmiszerek közé tartozó, szerintem az a legfontosabb. Ilyen a vörös hagyma is, amivel most ma például mi adakoztunk, hiszen minden főtt ételnek az alapja a vörös hagyma, az egyik alapja. Mi ezzel járultunk hozzá. Természetesen a többi is nagyon fontos, akár a káposzta, akár a cékla, akár a krumpli, de a gyümölcsök is. Immár 21. alkalommal szervezte meg a szabadkai piacok a télire való vásárt a nagybani piacon. Idén már másodszor. Most az idő is kedvezett a vásárláshoz. Prvi put je padala kiša i nije baš bio posjećena i zbog godine koja je bila sušna pa je neko povrće i voće ranije prispelo, a neko sad kad mu je vreme. I ove godine subotički pijace organizuju humanitarnu donaciju, naravno uz pomoć prodavaca ljudi sa Kvantaša. A termelők által adományozott terményeket a Naše Máloje Nekome Sve nevű jótékonysági szervezetnek adták át, akik majd szétosztják a leginkább rászoruló családok között. Zahvaljujem se i izlagačima, tj. Prodavcima, što su se odazvali apelu i skupili preko 500 kila voća i povrća. Ovo ćemo danas distributirati našim porodicama. Gledat ćemo da tu budu porodice koje imaju malu decu, zato što ima dosta voća. Pa mi se nadamo da ćemo negde između 10 i 15 porodica uskrbiti sa voćem i povrćem. A szabadkai piacok kommunális közvállalat csatlakozott egy másik jótékonysági akcióhoz is. Három piacon helyezett ki adománygyűjtő dobozokat a Budi Humán Alapítvány három tagja, Kovács Leona, Lea Milics és Szabó Melinda megsegítésére.